A Krisztus hívők egységéért tartott ökumenikus imahét 5. napján az újvárosi református gyülekezeti teremben gyűltek össze a makói keresztény felekezeteinek a hívei, hogy közösen imádkozzanak. Az ige hirdető Cserhádi Sándor az irgalmas samaritánus példázatából az afrikai keresztények által erre a napra megadott ige részben mondott tanítást. Úgy véli, attól szenvedünk a legjobban, hogy nem tudunk átlépni az egymással szemben állított ítéleteken. Ennek a legyőzésében segíthet az imahét vezérfonala. A kérdés mindig az, hogy mi magunk eléggé elfogadva, szeretve érezzük-e magunkat ahhoz, hogy ki tudjunk lépni ezekből a kötöttségekből, hogy hallgatni tudjunk arra az önkéntelen hangra bennünk, a szolidaritás hangrája, amely a másik megsegítésére, gyámolítására tud vezetni, nem gondolva arra, hogy honnan való, milyen háttérre, milyen kultúrával, akár milyen vallási háttér van mögötte. Az igehirdetés során személyes történeteit osztotta meg a lelkész a hívekkel, az elmúlt viszontagságokkal teli évek megtaníthattak mindnyájunkat arra, hogyan segítsünk másokon, és az idei év tanítása csak elmélyítheti ezt mindenkiben. Én azt gondolom, talán ha belekapaszkodtatok egyetlen szóba, talán a kelt kellene elfelejtenünk, hanem erről fogok egy kicsit bővebben beszélni, arra az önkéntelen szánalomnak kellene hallgatni, amit sokszor ideológiák, más felve dolgok próbálnak bennünk elhallgattatni. Az imahét programsorozata híradónkkal egy időben a Szent István király plébánia templomban folytatódott, majd szombaton 17 órától a baptista imaházban lesz a záró imádság.